Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Egy ilyen gyors flashmob-szerű kitelepüléses beszélgetést szerveztünk ide. Nem véletlen a helyszín, hisz két izgalom van itt. Az egyik a lisztszobor, ami itt van tőlünk egy olyan 50 méterre. Ez a lisztszobor, amit megrongálta az időjárás, a letörtve, és két év nem volt arra elegendő, hogy rendbe hozzák. És hát innen szeretnénk üzenni, hogy nem lesz még két évük erre a történetre, mert mi fogjuk a Liszt Ferenc szobrot rendbe hozni. Rögtön kormányváltás után, egy két hónapon belül szeretnénk ezt. A másik szimbólum, ez az épület. Nemrég volt Terézvárosban egy olyan lehetőségünk, hogy a jelöltek egymás után, nem egyszerre, tehát nem vita, egymás után minden jelölt beszélhetett 10 percet. Ezt hangsúlyozom, Terézvárosban volt, mert Erzsébetvárosban, ahol az ellenfelem alpolgármester, ott ki vagyunk tiltva a tévéből és az újságból is. Na de hát, amikor egyedül volt bent a hölgy a tévében, egy 5 percet beszélt erről az épületről, és végig azt mondta, hogy mennyire büszke erre az épületre, milyen gyönyörűen felújították, és a szórólapján azt tüntette fel, hogy erre a teljesítményére a legbüszkébb, hogy ez felújult, megújult. Mindez történt úgy egyébként, hogy csak üzenem, hogy ez EU-s pénzből került felújításra. Ugye ilyenkor furcsa az, hogy szabadságharcot vívunk, ugyanakkor meg a teljes Fidesz vezérkar itt állt sorba, hogy bejöhessen ebbe az épületbe. A Fidesz vezérkar állt sorba, az, aki a pályáztatást elindította és lehetővé tette, hogy forrás legyen, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, ő nem volt meghívva erre az eseményre. Szóval ez a másik szimbólum, én azt gondolom, hogy nagyon jól példázza a Fideszt, hogy egyrésztről ütjük az EU-t, másrésztről meg ott állunk sorban, hogy átadásokat csináljunk. Amikor a tévében kijöttem, kértem a hölgyet újból, hogy vitázzunk, beszéljünk. Nem azért, mert ez két politikus ügye, és nem bírom ki vita nélkül, én kibírnám. De az a minimális tisztelet meg kell, hogy legyen a választókkal szemben, hogy leülünk és végigbeszéljük a kerület dolgait. Azt látjuk sajnos minden egyes választó körzetben, hogy ahogy országosan nem engedi Orbán saját magát oda a vitához, úgy le vannak tiltva a helyi jelöltek is. Pedig lenne miről beszélni, szívesen értem én az ő programjukat, hogy folytatjuk, és Orbán Viktor a miniszterelnök ezt a két pontból álló programot, de mi nem szeretnénk, ha folytatnák. Nem szeretnénk, ha stadionok épülnének ahelyett, hogy itt társasházakat újítunk fel. Nem szeretnénk, hogyha ligetet teljesen beépítenék. Nem szeretnénk, hogy a közbiztonság tovább romoljon, mert hogy az elmúlt időszakban Terézvárosban például 50%-kal nőtt a bűnözés. Akármelyik területet nézzük, nem szeretnénk, hogy folytassák. Nem szeretnénk, hogy Janikovszki után újabb iskolát zárjanak be itt a kerületben. Éppen ezért, hát mi nagy-nagy tisztelettel arra készülünk, és meg is tesszük, hogy április 6-án leváltjuk őket, és elküldjük nyugdíjba. Tehát miniszterelnök urat arra kértük, hogy ebben a kerületben, ahol a kultúra nagyon szimbolikus jelentőség, ahol színház, színháza tér, ahol olyan emberek születtek, akikre egész Magyarország büszke lehet. Itt mondjon egy néhány szót a kultúráról, mert hogy amikor kultúráról beszélünk, akkor megint előjön ugyanaz a szó, amit érzünk az oktatásnál és minden más esetben, ez a teljes pályás letámadás és a félelem. Tehát, Feri, mi itt nem félünk, de akik otthon mégis azon gondolkodnának, vagy akiknek itt levő barátaink át tudják adni, hát adjál valami muníciót, hogy mit gondolsz a félelemről, mit gondolsz a kultúráról, és mit gondolsz Budapestről és az országról. Feri, parancsolj! Jaj! Hát jó napot kívánok! Sokszor vagyok az elmúlt két hónapban a 6. kerületben. Nincsen kétségem afelől, hogy ebben a kerületben Olá Lajos barátunk győzni fog. Nincsen kétségem. Be kell vagyom, hogy bizonyos értelemben nem is ő miatt a kampányolok, mert neki ez meg lesz. A 6. kerület szabadságot, nyugalmat kíván. Olyan világot, amelyben kiteljesedik Budapest igazi kulturális tradíciója, olyan világot, amelyben
újra lehet teremteni, hogy milyen világot szeretnénk, és hogyan gondolkodunk mi az egymás közötti viszonyokról. Ez a küzdelem nem Lajosról szól. Nem akarom elkiabálni. Ez a küzdelem az országról szól. Arról, hogy 14 után, április után újra egymásra találnak-e a magyarok, vagy marad ez a békétlenség. Arról szól, hogy nyugodtan azok lehetünk és akként élhetünk-e, akik és amik vagyunk. Arról szól, hogy nem tekinti a kormány bűnnek a szegénységet, hanem feladatnak tekinti és közös felelősségnek, hogy legyen mindenki asztalán meleg étel esténként, hogy ki lehessen fizetni hónap végén is a számlákat, hogy a gyerekeinkből az lehessen, ami tehetség, képesség megvan bennük. Nincs Budapest szabadság nélkül is, hogyha a liberálisok éppen itt települtek ki a környékünkön, azt kell mondjam, hogy liberálisnak lenni az művészet, kultúra, tudomány tekintetében nem egyéb és nem más, mint amilyennek lenni kell a polgári baloldalnak is, azt mondani, hogy újra teremteni a világot. Annak egyetlen egy fontos feltétele van. Hogy a hatalom nem korlátozza, hanem inkább bátorítja a szabad gondolatot. Hogy tudomásul vesszük, hogy a művészet egyedül az emberre jellemző tevékenység, amelyel nem egyszerűen csak sajátos módon leírjuk a világot, hanem újra teremtjük a világot. Zenével, színházzal, könyvvel, építészettel. Azt látjuk, hogy az, hogy könnyebb, jobb ma élni, mint sok száz évvel ezelőtt, annak a forrása a szabad emberi gondolat és az akarat. Budapest nem adhatja föl magát. Ha Budapest nem a szabadság városa, akkor az ország nem lehet a szabadság hazája. Sokszor elmondom, hogy ez a választás 24 évvel a rendszerváltozás után valóban a kelet és a nyugat közötti választás. Az a választás, hogy képesek vagyunk-e az emberi méltóság megbecsülésére. Hogy értjük, hogy Magyarország attól nagy, és attól élt túl több mint 1000 évet, hogy befogadó nemzet volt. Hogy svábok, sokácok, bunyavácok, szászok, kunok, sokfajta nép és nemzet, cigányok és zsidók otthonra találtak. És hogy szeretünk rácsodálkozni a másik egyediségére, különbözőségére, hogy nem önzőek vagyunk. Hogy erőt ad egy országnak a sokféleség. Hogy a kormánynak nem dolga, hogy diktálja, hogy mi hogyan éljünk. Hogy a miniszterelnököt nem házassági tanácsadónak tartjuk, hogy elmondja, hogyan kell ölelni és csókolni, hogyan kell megosztani a férfi és a nő szerepeket. Nem pedagógiai tanácsadónak tartjuk, hogy megmondja, hogy hogyan neveljük a gyerekünket. Egyébként ő a legutolsó, aki rá merném bízni a gyerekemet, magunk között szólva. A jó és a rossz közötti választás is ez. És itt nem az esti szappanoperára utalok, a jóban, a rosszbanra. Bár hogyha éppen ez a példa, akkor nagyon egyszerű a választás. Ma a polgári szociáldemokrata, szocialista baloldalon és a liberálisok világában kell keresni azt, ami ezt az országot jóvá teszi, élhetővé teszi. Visszatérve, ha már a felkérés művészetről, kultúráról is szólt, dolga egy országnak, hogy a nemzeti tradíciók között vigye magával a nemzeti kultúra hagyományait, hogy ápolja az örökségét. De van valami, ami majdnem ugyanennyire fontos. Nem tudjuk megítélni, hogy a modern kultúrából, művészetből mi lesz időtálló. Nem tudjuk. Hát 1000 példánk van, megbecsülték-e Cézánt, értették-e Madácsot a saját korában. Az dolga a kormánynak, hogy bátorítsa a modern művészetet, bátorítsa az alternatív színházat, bátorítsa
a modern festészetet. Azért, hogy éljen, viruljon, fennmaradjon, és majd a következő évtizedek eldöntsék, hogy mi az, ami időtálló. Ez a kormány álromantikus tradicionalizmusba fordul. Irtózik a mai szabad művészettől. Irtózik a világ újraértelmezésétől. Az a kormány néz mindig visszafelé, amely nem mer nézni előre, amely nem képes a jövő gondjaival foglalkozni. Az a kormány kívánja átírni a történelmet, amely kormány a múlttal foglalkozik, nem a jelennel és a jövővel. Igen, nem megszállási emlékművet akarunk, amely összemossa az áldozatot és a gyilkost. Igen, nem több Trianon emlékművet akarunk, mert a nemzeti tragédia attól még tragédia marad, hanem azt szeretnénk, hogy viruljon Magyarország művészete, kultúrája, a gyermekeinknek szabad iskolája legyen, adjuk vissza az iskolát a kerületeknek, a városoknak, a gyereknek, a pedagógusnak, a szülőnek. Azt akarjuk, hogy a mi gyerekeink sok nyelven beszéljenek, értsék a környező országok kultúráját. Ahogy sétáltunk errefelé, odalépett hozzánk 2-3 szlovákiai, galántai magyar. Kérdezte, hogy hogy vagyunk? Hát röviden jól. Kicsikét hosszabban nem annyira jól. Mondják, hogy náluk is választás van most hétvégén. Elnökválasztás, arra számítanak, hogy alacsony részvétellel. A mi sorsunkat itt az dönti el, hogy magas lesz-e a részvétel. Hát nem önöket kell itt meggyőzni, akik itt vannak, és segítik Lajost. Ők elmennek szavazni. Ti ott lesztek. Önökön keresztül a kerületi sokaságot kell meggyőzni, Erzsébet és Terézváros lakóit, hogy adjanak pár percet az életükben Magyarországért, Erzsébet és Terézvárosért. Egy átlag magyar polgár két választás között nehezen tudja befolyásolni az ország sorsát. Morgolódni, mindenki morgolódhat, időnként betelefonálhat az ATV műsoraiba, fölhívhatja a klubrádiót, írhat cikket különböző újságokban, vagy megjelenik, vagy nem. De 4 évente van egy pillanat, amikor részt vehetünk abban, hogy mi is történ ebben az országban. Jól mondja Lajos, nagyon-nagyon sokan félnek. Nagyon sokan. Ma is Baranyából jöttünk vissza. Tegnap még Fejér megyében voltunk, meg Somogy megyében voltunk. Tömegesen azt tapasztalom, hogy azt mondják az emberek súgva, félrehúzódva, hogy igen, kormányváltást akarnak, de nem merik megmutatni magukat, nem merik elmondani a véleményüket. Nem merik, mert egy átkozott kormány üli a tort fölöttünk, amely büntet és megtorol, amely, ha kell, akkor bosszút áll. Arra kérem önöket, hogy merjék bátorítani a környezetüket. Hogy mondják azt, hogy dolgotok van, hogy most el kell menni. Azt mondta Orbán miniszterelnök, hogy ki kell adni a jelszót, nyergelj, indulj. Hát a lovat sajnálom. De ha már mindenképpen ennél a példánál vagyunk, akkor nyergelj, fordulj és maradjunk a jókai féle eredeti szövegnél, mert Magyarországnak fordulatra van szüksége. Ezt a fordulatot a kormányváltók tudják előidézni, mondanom sem kell, többek között Olá Lajos barátunk, aki ennek a parlamentnek a tagja lesz, és azt remélem, hogy a egyik kormánypárti frakció tagja lesz. Na, így. Akik itt vannak, önök közül nagyon sokan segítik ezt a kampányt. Nagyon köszönöm önöknek Lajos nevében is. Hát már nincsen sok nap hátra. Ma szerda van, ugye? Először van olyan választási kampány, amikor az utolsó nap is még kampányolhatunk. Nagyjából 10 napunk van hátra. Ez a 10 nap sok tekintetben sorsdöntő az ország életében. Érezzék át ezt a történelmi felelősséget. Érezzék át, hogy olyan pillanatot élünk, amikor történelmet csinálhatnak. Nem azért csináljuk, mert benne szeretnék lenni a történelem könyvekben, én sem azért csináltam soha. Hanem azért,
hogy amikor egyszer majd el kell számolni a lelkiismeretünkkel, amikor majd megkérdeznek a gyerekeink, hogy volt elég erőtök, bátorságotok, tehetségetek megküzdeni, akkor azt mondhassuk majd nekik, hogy igen, fiam, igen, lányom, igen, kisunokám, én megcsináltam. Én nem maradtam otthon, én nem fordítottam a hátat, én tudtam, hogy mi a dolgom. Tamás fiam az idei évet egy amerikai normál állami középiskolában tölti, de végtelenül büszke vagyok rá, mert ugye csak 17 éves, de nézi és figyeli, hogy mi történik otthon. Amikor Skype-on vagy Viberen hív, akkor az érdekli, hogy mi van az ő hazájával. Bármilyen fura. Jó, hát ők persze ebben nevelkedtek. Azt kívánom az országnak, hogy sok ilyen fiatal polgára legyen, akik talán még nem is szavazhatnak, Tamás sem, hiszen még csak most lesz 17 éves, de érdekli, hogy mi lesz az ő országával. Hát akkor érdekelje ez a felnőtteket is, érdekelje a mi generációnkat. Bírják még ezt a 10 napot, hogy utána ebből egy jobb, szabadabb ország lehessen, és úgy tekinthessenek majd új parlamenti képviselőjükre, Ulá Lajosra, aki képes maguk álmait legalább részben megvalósítani, a parlamentben az ügyeiket képviselni, és majd azt mondhassák a választások után, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Hát Lajoskám, az erő legyen te veled! Húzzunk bele! Magyarul mondva lefordítom, én húzzunk arra! Jobbra megyek!